Sziasztok, srácok! Itt ugyanúgy Zoya vagyok. Itt folytatom a mai részt a Tokábokában. Úgy gondoltam, hogy ez a rész arról fog szólni, hogy be fogom nektek rendezni a bonsai buildinget. És ugye tudjátok, kijött az a új update, hogy Voxella Fesztivál. Azt nagyon szeretném megkapni. Szóval ebben a videóban be fogom nektek rendezni a bonsai buildinget. Akkor nem is húznám az időt. És hogyha akarjátok tudni, melyik ez a ház, akkor ez a barna. Szeretem igazából barnán rendezni a házakat. Nyugodtan írjátok be a kommentekbe, ki szeret még olyan barnásabban rendezni a Tokábokában. Akkor nem is húznám az időt, el is kezdenénk. Ahogy lássátok, akkor ezeket a dolgokat itt hoztam, mert szerintem olyan szépek, inkább olyan barnásabbak, még hogyha a ruhák nem is, de nekem ezek a legjobban tetszettek, szóval ide hoztam. És akkor kezdjük el, először a tapétákkal kezdjük. Mindegyik szobába. Ez a tapéta, csak a fürdőszobában nem. Úgy döntöttem, hogy ez lesz a fürdőszoba, és a fürdőszobába pedig ez fog menni. De viszont az összes szobába rakunk ilyen tapétát. Így. Így. Jó, akkor kezdjük itt kintről. Jó, először rakunk olyan piknikes ezt. Aztán kell egy virág is. Szóval, srácok, hogyha ti is szerettek barnásabban rendezni, nyugodtan írjátok le a kommentekbe. Akkor rakjunk egy rádiót is. És egy szőnyeg is mehet. Nem, ez nem fér oda. Jó. Ez lesz a nappali. Rakjunk ilyen széket. És ilyeneket. De előtte, amielőtt oda rakjuk a székeket, azelőtt rakjunk kettő ilyet ide. Így. Először jön az a fotel, aztán jönnek ezek. Jól van. Rakunk egy ilyen nagyobb dobozt, és abba rakhatjuk már is a dolgokat. Mehet a hajó, a ceruza is, a virág, és kettő posta. Jól van, és ide rakunk még három ilyet, ide, ide és ide, és rakjunk egy ilyen lámpát, szőnyeget is. Így. Jó, ez a szoba szerintem így jó is lesz. A következő szobát utoljára fogom berendezni, hogy ürüljön ki, és ez lesz a konyha, szóval csak a konyhás dolgok maradnak itt. Ez lesz a szülőknek a alvószobájuk, ahol alusznak. De nyugi, lesznek gyerekszoba, na, lesz gyerekszoba is. Mehet kettő szekrény, ez a kettő, egy ide, rakhatunk tükröt is, így, rendben, ide csak egy fér, akkor csak egyet rakjunk.
Ide is csak egyet rakok. És így kicsit. Jó. Rakjunk a kedvenc képemből. A kedvenc képem ez. Ugyanúgy ide is rakjunk egyet. Mert az a méhesk az olyan cuki. Jó, esti lámpa, éjjeli lámpa lényegében. Ezek. Így. Jól van. Éjjeli asztal is kell. Rakjunk nekik oda valamiket. Mondjuk növényt mind a kettőjüknek. Így. Szőnyeg is kell, az mindegyik szobában van, ahol alusznak. Így. Jól van. És esetleg rakhatunk futógépet is, és biciklit is. És ide középre pedig mehet egy sakkasztal. Ide ugyanúgy szőnyegek kellenek. Ide most rakjunk ezekből a szőnyegekből. Ez ide. Ez ide. Jól van. És valami lógós virágot is kell raknunk. Mondjuk ezeket. Így. Így. Jó, és valami lámpa még. Lehet ez. És hogyha megvannak ezek a dolgok nektek is, akkor, hogyha gondoljátok, akkor berendezhetitek nyugodtan az én házam szerint. Jól van, szerintem ez a szoba készen is lesz. Még esetleg rakjunk valami lufikat, vagy ilyesmiket, ne legyen olyan üres a szoba. Esetleg ide rakhatunk ilyet, ide pedig rózsaszint. Jól van. A következő szoba az lesz a fürdő, ahogy ugye mondtam. Rakunk egy ilyen kádat, és egy ilyen kisebbet, így. Persze WC is kell. Mostó. De szerintem cseréljük ki őket, mert ugye ennek kell tükör is, de csak a picit rakunk csak ezt. Így ide. Jó, kell WC papír. Így. Rakhatunk esetleg ilyet ide. A fürdő dolgokból. Várjatok, srácok, mindjárt itt vagyok. Jól van. Akkor rakjunk ide három ilyen törölközőt. Egy ilyen dobozt rakhatunk ide, abba a fésű megy, négy fogkefe, kettő, három, négy, jól van, kettő törölköző, törölközőt rakhatjuk ide is. És esetleg még ilyen krém és ilyen ide. Jó. Innen nem kell semmi. Jó, ide is kell növény. Ide rakhatjuk ugyanúgy ezt. Ide hátra. Mindkettőt is rakhatunk, ha elfér. Nem. Jó, akkor elég egy. Így. És esetleg egy kisebbet, de amúgy ugyanaz színük, szóval mindegy.
Így, jól van. Persze lámpa is kell, valamilyen. Ide ilyet rakhatunk. Ide pedig ilyet. És lehet így elbújtatva itt. Így. Mindenhol feloltsuk most a lámpákat. Így. Rendben. Ez a fürdőszoba. De rakhatunk valami szőnyeget is. Most rakjuk ezt. Nem. Az a gyerekek szobájába fog menni. Rakjuk ide esetleg ezt. És ez lesz a gyerekek szobája. Ezeket az ágy... Na, ezt az ágyat fogom használni. Ezt. Jó. Kell ugye valami asztal, hogy tudjanak majd ott rajzolni. Nem. Kicsit kisebb ez. Jó. Kettő kis szék. Amúgy ezek a székek is nagyon cukik. Jó. Nekik is lesz szekrényük. Ez. Ide. Jól van. Éjjeli kis lámpa a kicsinek, a nagynak, a nagyobbnak meg itt, mert a nagyobb fönt alszik, és a kisebb lent, úgy döntöttem. Ide jöhet ilyen. Így. Rendben. Rakhatunk gyerekrádiót ide. Ide ez mellé, és játékokat is fogunk rakni, ugye persze, a gyerekek csak játszanak és játszanak. Ezt ide, ez mehet ide, ha elfér. Nem. Na mindegy, akkor ezt kicseréljük erre. Rakhatunk plüssöket az ágyukba. Valami plüssöt ide is. Ezt is. És ahhoz mehetnek kettő ilyen kocsi. Az egyik a másik. Jól van. Egyik így. Másik pedig így fordul. Rendben. Esetleg ezt kicsit tovább toljuk, és lesz trampolinjuk is. Így. Rendben. Még mi olyan van? A társasjáték nem fér el, esetleg gitárt is rakhatunk. Ilyet is, ide föl, így, gitárt ide, ez mellé, jó, és esetleg a slime-ot ide rakhassuk, rajzokat így, és fog kelleni ilyen is, esetleg ezt letehetjük ide, ezt ide föl, ezt meg akkor vissza az asztalra, és ezt a három rajzot egymás mellé így. Jó, ez lesz a gyerekek szobájuk, és még ide ebbe a szobába bepakolom nektek a ruhákat. Ahogy lássátok, akkor be is pakoltam a dolgokat, és a fürdőbe raktam a maszkokat, és ezt. Jól van, akkor menjünk a konyhára, ahogy lássátok, csak ezeket a dolgokat hagytam a konyhába. Így. Mindent ide rakjunk addig. És akkor kezdjük is el a konyhával. Legyen ilyen hűtő. A szokásos. Aztán ez.
Oda is lehet egy olyan doboz, ilyen nagyobb, és oda rakjuk a dolgokat. Így. Ezeket az asztalra hagyom, ezt is, a többit pedig ide. Ah, jobb lesz, ha a kisebbet rakjuk. Inkább így. Vagy inkább mégis a nagyobbat. Csak nem tudom, hogy nem lesz-e túl nagy az. Így. Jó, és ide középre rakhatunk egy ilyen lila virágot, mert úgy gondoltam, hogy hol vannak azok? Na jó, megtaláltam. Hogy rakunk ide kettő ilyen kisebbet, és abba belerakjuk ezt a kettőt. Egyiket ide, egyiket ide. Rendben. Ide rakhatunk ilyen polcot, és oda rakhatom esetleg a kajákat, amik nem kellenek a hűtőbe, mondjuk macskás, kutyásakat. Így. De össze-vissza mennek. Így. Jól van. Mindegy, hagyom úgy. Rakhatunk kettő ilyet. Így. Rendben. Kettő ilyet. Az teljesen ide föl, hogy ne legyen majd semmi bajuk. És esetleg arra az utolsó polcra meg rakhatok kettő tortillát és kettő pizzát. Rendben. A polcokba tányérokat, ezekbe, tudjátok, a kicsikbe. Négyen lesznek. Így. És akkor az asztal is kell. Ez az asztal lesz. Így. Ezeket ide gondoltam. A kávét ide középre. És esetleg hozzá kettő ilyen. Így. Jól van, és ugye négy székkel. Kettő felnőttes és kettő gyerekes. Így. Így. Jó. Akkor kész is a ház, de esetleg még rakhatunk ide is egy szőnyeget. Így. És akkor úgy gondoltam, hogy az apuka, ez az anyuka, ez a kisfiú, és hol a kiscsaj? Akkor lesz ő, hogy ők fognak itt lakni. Akkor kicsit körbe fognak nézni. De szép a ház. Imádom. Én is. Jól van. Együnk egy picit. Én ittam. Én is. Jó. Itt fogunk mi aludni, gyerekek. Ti addig menjetek a következő szobába, mert ott lesz a ti szobátok. Jaj, de jó! Tudunk ugrálni is!
imádom! Ez nagyon jó! Imádom ezt a helyet. Itt fogok én aludni. Jó, itt én. Olyan kényelmes ez a hely. Csináljunk slime-ot. Jó. De jó! Ha-ha! Ha! De jó! Jó, itt fogunk mi aludni, nézzük meg a szekrényünket. Ez az én szekrényem, és ez pedig az én szekrényem. Ó, sakkozni is tudunk, de jó! Sakmat, de jó! Szép azért ez a hely. Jó, még nézzük át a fürdőt. Addig a gyerekek fognak játszani, ahogy lássuk. Jó, van 4 fogkefe, WC, WC papír is. Ó, itt minden van. Jól van, srácok, akkor ennyi is lett volna ez a videó. Lent nyugodtan írjátok be a kommentekbe, hogy hogyan folytatnátok ti a Tokaboká 27. részét. Vagy berendezés, vagy sztori, nekem mindegy, de nyugodtan adjatok ötletet. Sziasztok!